Köszöntöm a Zsolta Televízió nézőit! Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazin műsorunk elején beszámolunk nemzeti ünnepünk március 15-e zsolcai rendezvényeiről, majd pedig a város képviselő testületének üléséről. Műsorunk második felében láthatják az iskolások angol tea délutánjáról, az iskolai nyílt napról készült tudósításainkat, de beszámolunk az Omnibus múlt heti zsolcai látogatásáról is. Tartsanak velünk! Március 15-én nemzeti ünnepünkön több mint ezren gyűltek össze Felsőzsolcán a Hősök terén. Ünnepelni és emlékezni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az ünnepség sorozat kiállítás megnyitóval és koncerttel folytatódott a Bárcai kastélyban. Műsorunk elején az ünnepi rendezvényekről készült tudósításunkat láthatják. Ragyogó tavaszi napsütésben ünnepelt idén Felsőzsolca. Nemzeti ünnepünk alkalmából kokárda borította az országban másodikként felállított 48-as emlékművet, amelynek tövében az AMK Művészeti Iskolájának fúvó zenekara játszotta a himnuszt. Az emlékmű előtt Balázs István szavalta a nemzeti dalt, majd a férfi kórus énekelt. Az ünneplő közönség soraiban feltűnően sok volt a fiatal és a gyermek, szívük fölött kokárdával, s lelkükben talán azzal a kincsel, ami a fővárosból érkezett történész szerint talán a legfontosabb. Zsolcán még valamit tudnak, amit máshol már elfelejtettek, tudnak együtt énekelni. Mesésen énekelnek. Szólt, zenget. Itt még a közösség, közösség. Úgyhogy ez talán némi örömmel tölthet el bennünket. Meg tavasz van. Tavasz van, amikor kezdődik valami, és nem véget ér valami. Tavasz van, amikor 48-ban is kezdődött valami, mert azoknak a fiataloknak és azoknak az óriási politikusoknak, a Széchenyi, Kossuth, Deák, Ötvös, Batthyány Lajos nemzedékének programja volt. Nem kósza ötleteik voltak, 5 percenként változók, hanem programok. És ezt a programot meg lehetett valósítani. Gyűhettek az oroszok, leverhették ezt a szabadságküzdelmet. 1867-ben az ország mégis megindult a felemelkedés útján. És ne felejtsük el, hogy azért 1848 arról volt nevezetes, hogy magyar kezdeményezésre Ausztria alkotmányt kapott. És 1867-ben megint, 48-ban Kossuth szavaira, 67-ben Deák szavaira. És 67 után ez az ország gazdaságilag fölemelkedett. Úgyhogy azt remélem, hogy a 48 példája ragadós lesz, és hogy talán mi előttünk is egy kis tavasz van, és egy kis emelkedés lesz. E gondolatok szellemében ünnepelt idén Felső Zsolca, ahol a szabadságharc szinte kézzelfogható közelségben van, hiszen a zsolcai csata 160. évfordulóját is idén ünnepeljük. A magyar fősereg Komáromnál állomásozott Görgei vezetésével június 26-i minisztertanács elhatározta, hogy minden magyar haderőt Komáromnál gyűjtünk össze, hogy az eredeti ellenséget, az osztrákot próbáljuk összepofozni, és az oroszokkal nem törődni. Hiszen annyi erőnk nem volt, hogy ezt a több mint kétszeres túlerőt legyűrjük. Sajnos ezt a haditervet megváltoztatták, és Szeged arra térségére gyűjtötte össze Kossuth a magyar honvédsereget. Ez annyit jelentett, hogy az egész évi termést átengedtük az ellenségnek, annyit jelentett, hogy egy a polgárháború által elpusztított és kiélt vidékre vonult a honvédsereg, amelynek a közepén volt ugyan egy erős vár, csak fájdalom osztrák kézen volt. Viszont egy pozitívuma volt, a hátsó kis kapu nyitva állt, és ha baj volt, ki lehetett menekülni Törökországba. Görgei Komáromból egy életveszélyesebben a koponyáján elindult 25 ezer emberével, a 150 ezer oroszt előbb jobb majd bal oldalról kerülve meg, akadálytalanul lejutott Aradra. Ő ott volt. Kossuth ott volt. A déli magyar hadsereg Dembicki vezetésével nem érkezett meg, mert Szegedet nem védve, a Tisza átkelés nem védve, elindult Temesvár, és rajta keresztül Orsova is Törökország felé.
Ezen a visszavonulással volt a felsőzsolcai csata, hiszen Görgeinek egy dolga volt, a déli magyar hadseregnek időt adni, hogy a gyenge osztrák haderőt verje meg. És ehhez kellett, hogy itt minden folyóvölgyben, a Sajóvölgyben, a Hernádvölgyben meg tudjon állni, és megpróbálja visszaverni az oroszokat. Magára vonta az oroszokat, hogy a déli hadseregnek könnyebb dolga legyen. Annak az élén egy hadvezérrel, és nem a jó indulatú, a magyar szabadságért kétszer is sebet kapó, de hadvezérek csapnivaló Dembészki gróf, akkor talán jutottunk volna meg valamire. Így, sajnos amire Görgey megérkezett, és Dembészki kihátrált az országból, Görgey ott maradt 30 ezer emberrel, közte 6 ezer újjancsal, akiknek kaszája meg dorongja volt, fegyvere nem. Puskánként 1,7 tölténye volt a hadseregnek, ágyúcsövenként egy csatanapra való lőszere. Nem volt más választás. Vagy kifutni az országból, vagy letenni a fegyvert és elviselni azt, ami utána következett, a vértanúságot. Táborháron és ágyúja fel van virágozva, indulnak már a tűzélek messze a csatába. Nehéz a néz ágyú, felszántja a hegyet, völgyet, édes rózsám a hazáért, el kell bánnom tőled. A történész ünnepi beszédét követően a város vezetői, az AMK vezetése, a pártok és a városban működő civil szervezetek, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselői koszorúztak. A TV vezetője a Magyar Sajtónapja alkalmából, amit szintén és nem véletlenül e napon ünneplünk, helyeztek el koszorút a hősök terén. De sokan hoztak egy-egy szál virágot is. Az ismert történész a tények mellett szívesen anekdotázik is, mi pedig a Zsolca TV kamerája előtt egy 160 éves legendáról kérdeztük, nevezetesen arról, hogy illik-e sörrel kocintani. Természetesen kocintunk, mindig is kocinthatunk. Ez a szokásos magyar legenda képzéshez tartozik. Soha nem volt ilyen törvény. Egyetlen bizonyítéka van, hogy az osztrákok kocintottak a győzelemre. Egy kép, amelyik a temesvári győzelem után készült, és amelyen az osztrák tisztek pezsgős tucnikkal kocintanak, és nem sörös pohárral, és a kép valóságérzékét némileg rontja, hogy a tisztek feje fölött ott lebeg a kétfejű sas. Ilyet én már láttam sas lebegni, de kétfejűt meg sosem. Az ünnepi megemlékezésen a Zsolca táncegyüttes is fellépett, a talp alá valót a tényleg zenekar szolgáltatta. Délután a Bárcai kastélyban folytatódott az ünnepi rendezvény sorozat. A földszinti kiállító teremben Petkes József szilágysági festőművész akvarelljeiből nyílt kiállítás. A közönség soraiban pedig ismét találkozhatunk az ismert történésszel, Katona Tamással. A délelőtti ünnepség szónoka ezúttal már mint érdeklődő vett részt a zsolcai tárlat megnyitón. Tasnádi születésű, idén 81 éves művész lelkes néprajzkutató is, több mint 100 publikációja született, főként a szatmári terület néprajzából. Több hazai alkotótábornak volt művészeti vezetője, de nevéhez fűződik az első svédországi magyar művésztelep létrehozása is. Elég sokat utazgatok, és az nekem a legegyszerűbb, egy kis vázlatot készítek, hazamegyek, és akkor egy úgymond műtermi akvarellt készítek, tehát
ezt a nedves beáztatva papírt, nem száraz technika, hanem egy nedves technika, és már ki is tartok emellett, az akvarell mellett. Mert ugye egy olajjal, most nem akarom itt dehonestálni, vagy az olajjal készített képeket, mert én is festek néha olajjal is, de az akvarellt azt gyorsan kell készíteni, ha nem, akkor el kell dobni. Művészi munkásságának súlypontját vízfestményei adják, amelyek többnyire természet és tájélményeit adják vissza. Lírai pátosz, vibráló szín és fényhatások jellemzik alkotásait, melyek mindegyikéhez kedves emlékek fűzik. Például, ha nézem azt a képet, Kárpátalja, jut eszembe a bivajok, azok ugye a Hortobágyi rezervátum, Székelyföld, az a mellette lévő egy francia táj, vagy ott van a Kóskároly Varjúvára sztánáról. Tehát ezek előttem vannak, és ezzel veszem magamat körbe. Van az a hargitai fenyőfa, miért van azon a magyar zászló? Azért, mert a székelyek kitűzték március 15-én. Én nagyon szerettem a francia Alpokat, oda vagy 10 évig minden évben lejártam, de ez talán azért is, mert ugye én Erdélynek azon a részén éltem gyerekkoromban, Brassóban, ahol nem azt mondom, hogy ilyen alpesi zóna, de mégis egy közel 2000 méter magas hegység. Sokat jártunk kirándulni, és ez a táj belém itatódott, tehát közel áll hozzám. A március 15-i ünnepi rendezvény sorozatot idén a Mistral együttes koncertje zárta a Bárcai Kastély emeleti kiállító termében. A különleges zenei formáció ismert és kevésbé ismert hazai és külföldi költők verseit zenésíti meg sajátos és egyéni hangon. Alapvetően mi versekkel foglalkozunk és vers éneklésre adtuk a fejünket. Sok emberben ez valamilyen, nem azt mondom, hogy előítéletet vált ki, de valahova beskatujázzák. Nagyon nehéz beskatujázni, azt gondolom, a verséneklést, mert minden vers más mondani valót közöl, minden költő más lelki világban élt és alkotott különböző korszakaiban, tehát minden vershez különböző zenei műfajok is tartozhatnak. Azt mondanám, hogy ami egy fő csapásvonal, az az akusztikus irányvonal, tehát mi elektromos hangszert nagyon minimálisat használunk, vagy inkább nem is. Akusztikusan megpróbálunk kitekinteni akár a népzenétől a bluesig, a jazzen keresztül, a rockon keresztül, a komoly zenén át, ahogy a vers megkívánja ezt. Azt szoktam mondani, hogy kétféle verséneklés van, az egyik, amikor a szöveget vesszük alapul, és annak a hangulatát próbáljuk megkomponálni, vagy van egy megkomponált dallamunk, amire megkeresünk egy verset. Nálunk túlnyomó többségében azt próbáljuk, az első verziót próbáljuk, hogy a vers hangulatához keressük a muzsikát, és az évek folyamán ez bővült népdal átdolgozásokkal is, ott egy kicsit merészebbek vagyunk, más irányokba is mozgolódunk. Ügyedését hallani, hajdani eltévedt lovasnak, volt erdők és óvádasok, páncolt lelkei iratoznak. Boltokban kivint a bot, bősűrűből bozott neked, meg most hirtelen tévesség, lévei kieleveleznek. Van a sűrű rathozott, van a régi tokkatúra, mi a süket bőtben lakult, kéz húst vagy a máj. Nem volt nevünk 12 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, és ugye a 6. koncerttájéken valamilyen plakátra föl kellett kerülni, és akkor egy ilyen nagy név dzsemborival ivászat közben ezt szültük meg. Nem túl szerencsés, azt szoktuk mondani, hogy ennek most már nincs igazán jelentősége. Egy olyan nevet kerestünk, ami egy szóból áll és viszonylag kevés magánhangzóból, de lehetne intellektuális választ is mondani. Provanci nyelvjárásban a Mistral tanítót jelent. Ha azt mondjuk, hogy egy szelet jelent, egy dalmát szelet, akkor is valamilyen szinten kapcsolódhat hozzánk, hiszen mi egy szélfutta csapat vagyunk. Nagy Magyarország területéről, különböző helyről verődtünk össze a kegyelem által. Valahogyan jó időben, jó helyen voltunk, és többször megkérdezik azt, hogy lehet az, hogy ennyire földrajzilag különböző helyen született emberek egymásra találtak.
véletlenek nincsenek. Dalaikban ötvöződik a történelem, a hagyomány és a különleges dallamvilág. Megalakulásuk után egy évvel megnyerték a Kaláka Alapítvány fődíját, 2006-ban Bartók Béla díjat, 2008-ban pedig Balassi Bálint emlékérmet kaptak. Ők mégsem ezekre a legbüszkébbek. Azt gondolom, hogy az, hogy mi barátok tudunk lenni 12 éve, úgyhogy együtt muzsikálunk, ez egy nagy kincs. Március 17-én tartotta soros ülését Felsőzsolca város képviselő testülete. A városházad dísztermében tartott ülésről készült összefoglalón következik. Az ülés első napirendi pontjában Fehér Attila polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről számolt be a testület előtt. Ebben külön is kitért az első zsolcai páholy rendezvényére. Az eddigi visszajelzések a kezdeményezés sikerét jelzik és a folytatásra biztatnak. Kizárólag jó véleményeket hallunk vissza, és hát tulajdonképpen már a múlt hétfőn is valaki e-mailben, valaki telefonon, valaki közvetítő útján jelezte azt, hogy nagyon jól érezte magát, és biztat a folytatásra minket. Nyilván fogunk csiszolni majd ezen. Nehéz a szereplőknek, úgymond a körét is kiválasztani, a részvevőknek a körét is meghatározni, mert hát ha szeretnénk is, hogy minél többen legyenek, de azért ugye egy ilyen típusú rendezvénynek is van ugye létszámban felső határa. Szívesen látok mind a vállalkozók részéről, mind pedig üzleti partnereink részéről, vagy éppen az intézményvezetők részéről erre vonatkozóan javaslatot, hogy készüljünk a következő évre. Az ülésen tárgyalták a város egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót is. A Zsolca TV kamerája előtt a doktornőt arról kérdeztük, hogy mit mutatnak a statisztikák, hogy vagyunk. Az a baj, hogy nem vagyunk jól. Nagyon sok a gondozott krónikus beteg, sok a magas vérnyomásos beteg, sok a cukorbeteg, az elhízott beteg, szenvedélybeteg, nagyon sok a depressziós, rossz hangulatú beteg a felnőttek között, a gyerekek között, igen magas a krónikus légúti betegségekben szenvedő gyermekek száma. A gyermekorvos beszámolója szerint egyre több az elhízott gyermek, és ennek következtében egyre több a gyermekkori cukorbetegség, illetve hát a felnőttkori cukorbetegség gyermekkori megjelenése. Azt tudom mondani, hogy nem jól vagyunk. A betegségeknek a jó 50-60%-át szociális, hátrányos helyzetű embereknél fokozottabban látjuk, mert a rossz táplálkozás, a rossz életkörülmények, a kevés pénz, a dohányzás, az alkohol, a higiéni szabályok be nem tartása gyakorlatilag mind-mind betegséget okoznak, illetve már gyermekkortól felnőttkorig végigkísérve olyan hátrányokat, egészségügyi hátrányokat okoznak ezeknek az embereknek, amelyeket meggyógyítani, nem csak karban tartani tudunk. És mindezek után hogy vannak az orvosok? Van-e pénz, paripa, fegyver? Na most az orvosok úgy vannak, ahogy a betegeik. Minél több a beteg, annál fáradtabb az orvos. A paripa az megvan, mert hogy sok-sok éves autók mindannyiunk feneke alatt vannak, de azt tudom mondani, hogy jó néhány éve használjuk már mindahányan az autóinkat. A
fegyver az van, mert még a gyógyszert, meg a kötszert, meg a fecskendőt azt még meg tudjuk vásárolni, azt a szükséges mennyiséget, ami a betegek számára elengedhetetlen, illetve hát a sürgősségi ellátáshoz feltétlenül fontos, de ettől többet semmivel. Na most a pénzről meg azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag 7 éve nem emelkedett a házi orvosi, illetve az egészségügyi finanszírozás az alapellátásban. Ebből ki lehet számolni, hogy hányszor emeltek vízdíjat, gázdíjat, villanyszámlát és gyógyszerköltséget, amiért az egészségügyi szolgáltatók teljes árat fizetnek. Az ülésen részt vett az orvosi ügyeleti ellátás biztosító cég vezetője is, aki kameránk előtt a statisztikák mellett az ügyeleti rendről és annak elérhetőségeiről is beszélt. Az elmúlt évben hasonlóan, mint a korábbi években zajlott az ellátás. 2008-ban 3600 alkalommal láttunk el Felsőzsolca lakos esetet. Az ellátásoknak a nagyobbik része az ambulancián történt, míg a házhoz hívások körülbelül 35%-ban történtek, és inkább a felnőtt lakosokat kérték a segítségünket, körülbelül 60%-a az ellátottaknak, az 1500 főnek 60%-a felnőtt volt. Hogyan lehet és mikor lehet elérni az ügyeletet Felsőzsolcán? Az elérhetőségünkben nincs változás, úgy, mint a korábbi években, most is hasonlóan állunk rendelkezésre. 16 órától lehet telefonon, illetve személyesen bejelentést tenni esetleges hirtelen fellépő megbetegedésekkel kapcsolatosan. 16 órától, tehát délután 4 órától asszisztens várja a jelentkezéseket, 17 órától van orvosi ügyelet is. A 16-tól 17 óráig tartó, illetve reggel 7-től 8-ig tartó időszakban pedig az asszisztens dönti el a bejelentés alapján, hogy azonnal mentő ellátást kezdeményez-e a bejelentéshez, vagy esetleg még az elérhető házi orvost értesíti az ellátás szükségességéről, vagy azt a tanácsot adja, hogy 17 óra után, vagy pedig reggel 8 óra után az orvost keresse fel az aktuális panaszaival a beteg. Tehát ez a rend, ebben változás nincs. Én úgy gondolom, hogy ez jól bevált, a lakosok alkalmazkodtak hozzá, reméljük, hogy nincs is ebből fennakadás. Most a panaszok, illetve a betegségek bejelentését segítendő tavaly márciustól bevezetésre került az ügyeleten egy üzenetrögzítős telefon, tehát a telefonon érkező megkeresések mind-mind rögzítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy az elmondott adatok biztosan a valóságnak megfelelően lesznek majd értékelve, és így várhatóan nem történik tévedés semmilyen szinten sem, esetleg a lakcímmel kapcsolatosan félreértésekben, sem pedig a betegségpanaszoknak az értékelésében. Én úgy gondolom, hogy ez mind a betegek, illetve a lakosság, mind pedig az ellátó személyzet biztonságát garantálja. Maga a felvétel az rögzítésre kerül, mi archiváljuk, teljesen titkosan kezeljük, tehát személyi adatok nem kerülhetnek ki. Egy kis tanácsot adnánk a bejelentőnek, amikor tárcsázza a számot, és abban sincs változás, el is mondanám, 384-497-es az ügyeletnek a száma, ez az egyetlen egy szám az, ami él. Korábban volt egy másik telefonszámunk, de azt visszavontuk csak azért, mert hogy ezen az egy számon működik ez a készülék, és hogy nehogy véletlenül félreértés alakulhasson ki. Tehát ez az egy száma, 384-497 él. A lényeg az, hogy amikor felhívja valaki ezt a számot, akkor egy gépi hang jelentkezik, meg kell várni, míg a gépi hang elmondja ezt a számot, elmondja a mondókáját, és akkor utána mondhatja a saját maga bejelentését, és akkor biztosan, hogy a mi kollégánk hallja is, illetve a készülék rögzíti a bejelentést. Az ülésen a képviselők elfogadták a szociális szolgáltatás tervezési koncepció 2 évenként esedékes felülvizsgálatáról szóló beszámolót, és a Gamesz városüzemeltetési kommunális feladatainak ellátásáról készült beszámolót is. Ennek kapcsán több képviselő is felszólalt, javasolva egyebek mellett sürgető kátyúzási munkálatokat.
A beszámolóban szó esett a tűzcsapok felújításáról, a kóborebek befogásáról, és sajnos arról is, hogy nemzeti ünnepünk március 15-e után ismét 5 zászlóval lett rövidebb a város. Ennyit loptak el ugyanis a hétvégén. A közvilágítás kapcsán elhangzott, hogy ahol csak lehetett, idő vagy alkonykapcsolókat és energiatakarékos izzókat használnak a megvilágításhoz. Az ügyrendi bizottság munkájáról és a családsegítési feladatok ellátásáról szóló beszámolókat, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló egyik önkormányzati rendelet módosítását egyhangulag szavazták meg a képviselők. Aprólékos munkás ülés volt a mai, mert egyrészt ugye áttekintettük bizonyos szolgáltatásainkat, a tevékenységünket, gondolok itt a családsegítésre, gondolok itt a szociális szolgáltatások szervezésére, aminek ugye egy kötelező két éventi felülvizsgálata épp volt, most volt aktuális. De bizonyos rendeleteket is kellett korrigálni, módosítani, elfogadni a több szélotársulásnak a módosított megállapodását, hulladékgazdálkodási díjkompenzáció, itt is kellett parafálni, el kellett fogadni a konzorcium által hozó döntéseket is. Felső Zsolca város képviselő testülete áprilisban ülésezik legközelebb. Díri érdeklődés mellett zajlott idén az általános iskolában a nyílt nap. Alig néhány szülő élt a lehetőséggel, hogy betekinthessen az iskolai munkába, láthassa gyermekét az órai munka során. A pedagógusok szerint pedig fontos lenne, hogy a szülők és a tanárok ne csak fogadóórák alkalmával, hanem az ilyen nyílt napokon is találkozzanak. Üres az AMK egykori Kazinczy iskolájának udvara. Óra van. Méghozzá olyan óra, amelyre ezúttal a szülők is bemehetnek. Az általános iskola felső tagozatának nyílt napján azonban csak egy nagymama foglal helyet a hátsó sorban. Mi nagyon sokat tanultunk első perctől kezdve együtt. Mi mindenben, mondjuk én Hernár Németiben lakom, ők itt Felső Zsolcán, de nagyon sokat voltam itt, és mi nagyon sok példát mindent megoldottunk, és mindent jól. Úgyhogy persze, még mondja is, hogy Nagyi, neked ez mind megmaradt, mondom, meg kisjányom, ezt meg kellett tanulnunk. A nyílt nap pedig jó alkalmat teremt arra, hogy a szülők is bepillanthassanak az órai munkába, lássák gyermekük viselkedését, órai munkáját, sőt, akár a pedagógusokkal is találkozzanak. A szülők így tájékozódhatnak arról, hogy milyen munka folyik, milyen oktató munka folyik az iskolában. Ez évente egy alkalommal lehetséges, mert más az, ha fogadó órára vagy szülői értekezletre jönnek a szülők, akkor csak velünk találkozhatnak. De így megláthatják a gyereküket is, hogy hogyan dolgozik és mit csinál. Tehát, hogy mennyire aktív az órán, esetleg tudja viszonyítani a többi gyerekekhez képest, hogy hogyan halad, hogyan fejlődik meg, hát nyilvánvalóan saját magához képest is, hogy milyen az előmenetele. És aztán ennek alapján persze képet tud kapni a gyermekéről. Tehát nagyon fontos lenne, hogy még több szülő jöjjön és érdeklődjön. Meg ilyenkor mindannyian itt vagyunk pedagógusok, tehát velünk is találkozhatnának, ha valami gondjuk vagy problémájuk van, meg tudnánk beszélni. Kicsivel nagyobb érdeklődés mellett zajlott másnap a másik iskolában az alsó tagozatosoknál a nyílt nap. A játékos angol órán a klasszikus munkafüzeti feladatok mellett a közös játék is a tanulás szolgálta. Nagyon élvezik a gyerekek mindig az angol órákat, örömmel jönnek ide, mindig nagyon aktívak, tehát semmi különlegeset nem csináltuk, mi minden órán így dolgozunk, ragasztunk, vágunk, mozgunk, történeteket mesélünk, videókat nézünk, tehát semmi különös nem történt, ahogy szoktuk. Az iskolai beiratkozásról a Zsolcai Hírmondó 6. számában is olvashatnak. Do you speak English? Beszél ön angolul? A zsolcai gyerekek többsége már beszél. Az AMK két tannyelvű iskolájában emelt óraszámban tanulják a gyermekek az angolt, és 3 tantárgyat is ezen a nyelven tanulnak. Évente egyszer pedig a nagy közönség előtt is bemutatkoznak. Az angol tea délután idén is nagy sikert aratott. Nem kell meglepődni, nem a BBC-t vagy más angol csatornát néznek, ez itt továbbra is a Zsolca TV. Ám amit most látnak, az az AMK angol-magyar kéttanítási nyelvű iskolájának hagyományos angol tea délutánja. A művelődési házban évente egyszer az angol tanuló iskolások
színpadra lépve mutatják be idegen nyelvismeretüket. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés, szülők, nagyszülők is eljöttek megnézni, mit és hogyan tanulnak a gyerekek az angol órákon. A legkisebbek zenés jelmezes előadással léptek színpadra. Thanks, fine. Mondhatnám azt is, hogy nagyon örülök, hogy itt lehettem ezen a kellemes délutánon, és úgy látom, hogy beigazolódik az a választásunk, amikor 6 évvel ezelőtt elindultunk és választottuk talán a 21. század kihívását, amikor angol kétanítási nyelvű oktatási formát választott az iskolánk, illetve a nevelőtestületünk. Igaz, hogy egy kicsit szülői nyomásra is, vagy nem is nyomásra, inkább kérésre, de beigazolódni látszik az az elképzelésünk, hogy a mai gyerekeknek már igenis kell tudni beszélni angolul, és én örömmel láttam, hogy ez a pár hónapja idegen nyelven tanuló első osztályosaink is nagyon ügyesek voltak a mondókák és egyéb játékokban is, de látunk itt egész komoly színdarabot is, és nagyon örülök annak, hogy folyékonyan beszélő, angolul beszélő gyerekeket, tanítványainkat láthattam, és úgy hiszem, hogy talán ez egy kicsit beigazolja azokat az elképzeléseket, hogy szeretnénk azt, hogyha 8. osztályból kimenő kéttanítási nyelvű osztályba végző gyerekeink már felkészültek legyenek egy alapfokú, vagy akár egy középfokú angol nyelvvizsgára, és sikerrel állják meg majd középiskolába a helyüket. Azok, akik szerepelnek, ők két tannyelvű tagozatba járnak, az azt jelenti, hogy elsőskoruktól kezdve tanulnak angolul, és most többnyire az 5. és 6. szerepeltek. Ez azért jó, mert megmutathatják egymásnak, hogy mit tudnak, a szülők megnézhetik, hogy mennyit fejlődtek a gyerekek, örömet szereznek egymással, és végül is összegyűlünk, megbeszéljük a dolgot, megnézzük egymás munkáját. Hamarosan itt az iskolai beiratkozás ideje. A két tannyelvű oktatás bizony a pedagógusok szerint is komoly terhet ró a gyerekekre, még akkor is, ha játékos formában folyik a tanulás. Az évek során mondhatnám azt, hogy kiderül az, hogy ki az, aki alkalmas, vagy bírja esetleg azt a terhelést, ami a két tanítási nyelvű oktatási formával jár, hiszen azért azt is el kell mondani, hogy emögött a eredményes szereplés mögött azért komoly munka, illetve komoly terhelés is folyik, hiszen a gyerekeink 5 órában tanulnak idegen nyelvet, emellett pedig 3 tantárgyat még ugyancsak idegen nyelven tanulnak, tehát ez egy picit le is terheli a gyerekeket. De amint látszik is, és amit én is tapasztalok a napok során, az, hogy különösen alsó tagozatban még nagyon játékos keretek között folyik ez az oktatás, mondókák, körjátékok és egyéb tevékenységek közben, ahol a gyerekek észre sem veszik, hogy ők tulajdonképpen egy komoly terhelésnek vannak kitéve, ők játékosan fogják ezt fel, és eredményesen sajátítják el. Nagyon igyekszünk erre nagy hangsúlyt fektetni, hogy ne ez a száraz tankönyvből való tanulás kerüljön csak előtérbe, sőt, egyensúlyban legyen az, hogy komoly felkészülés emellett játszva tanuljunk. Főleg alsó tagozatban természetesen. Ilyen picikék, és ilyen gyönyörűen tudnak beszélni angolul, és meg hát a tanárok is ezért nagyon sokat tettek, aztán meg, hogy a gyerekek ilyen nagyon kedvesek. Természetesen kötve van a kezünk nekünk nyelvtanároknak, tehát haladnunk kell egy bizonyos tanmenet szerint, egy bizonyos tankönyv szerint, de azért igyekszünk megfelelni mindenféle követelménynek. Ma a nyelvoktatás enélkül nem lehet sehol sem elhelyezkedni, sem tovább tanulni. Tehát elsősorban az a célunk, hogy innen középiskolákba, akármilyen középiskolába, ha tovább tanulnak, akkor akár nyelvtagozaton folytathassák majd tanulmányokat, és onnan persze magasabb főiskolára, egyetemre el tudjanak menni. Ott pedig nélkülözhetetlen a nyelvoktatás.
és ne olyannak legyenek, mint én, aki a háborúban ült fel, és ugye, hát csak a kukorica kását, meg a cukorrépával ettük a süteményt, de most már a gyerekeknek azt szeretnénk, hogy jobb és szebb jövőjök legyen. Itt van a sok fiatal, akinek munkahely kell, állás kell, és miből lesz a család? Magyarország eltűnik, ha ezeknek a gyerekeknek nem lesz jövőjük. A mai világban sajnos már felértékelődik a nyelvtudás szerepe, hiszen most már diplomát senki nem kaphat nyelvvizsga nélkül. Ezért ugye minél fontosabb, hogy minél hamarabb és minél tökéletesebb szinten elsajátítsák a gyerekek az angolt, akár a németet, bármilyen idegen nyelvet. A cél az, hogy a gyerekek megtanuljanak idegen nyelven kommunikálni, hiszen a manapság az nagyon fontos dolog, hogy idegen nyelvet beszéljenek. Minden nap életben itt, akár Magyarországon is, és főleg a külföldön is, akár ha kint dolgoznának, kint fognak netalántan élni, vagy ha itt is maradnak, ez most már elengedhetetlen manapság, hogy idegen nyelven beszéljenek. Használható nyelvtudást kapnak akkor a diákok? Igen. Főleg, mivel emelt óra számban és két tannyelvű oktatásban is részesülnek a gyerekek, elsősorban a kommunikációra építjük a nyelvtanítást, és a nyelvtant a kommunikáció által tanítjuk meg. Tehát első perctől kezdve kommunikálunk a gyerekekkel, és ők is ilyen helyzetekben is angolul nyilatkoznak meg. Az idegen nyelv ismerete ma már nélkülözhetetlen, elsajátítását pedig nem árt minél fiatalabb korban elkezdeni. Fogékonyak, minden életkorban elkezdhető. Elkezdhető akár óvodás korban is, mert a nyelvhez való alkalmazkodás szoktatni hozzá a gyerekeket. És persze a két anyelvi osztályainkban már első osztálytól, de más alaposztályokban negyedik osztálytól köteles mindenki angolt tanulni. Nagyon nagy szerepe van a nyelvoktatásban, abban, hogy a gyerekek elérjék azt a szintet, hogy már azért középiskolában egy középfokú nyelvvizsgát meg tudjanak szerezni. Általában azt javasolják, hogy 5 éves kortól már ajánlható az idegen nyelv tanulás, hiszen a gyerekek nagyon sok mindent megtanulnak nagyon könnyedén, mint a szivacs olyan az agyuk, és nagyon sok játékkal, különböző mozgatásokkal nagyon könnyen meg tudnak tanulni idegen nyelvet. Minél korábban, annál jobb. De hangsúlyoznám, hogy elsősorban a magyar nyelvet kell elsősorban a gyerekeknek megtanulni, és hogyha a magyarul már van egy kis szókincse, és szépen tisztán beszél, akkor el lehet kezdeni az idegen nyelvet is tanulni. Nincs angol nyelvi délután igazi angol tea nélkül. A tanárok erre is gondoltak. A finálé, az angol szakos gyerekek közös éneklése is jól sikerült. Ennek képeivel és dallamaival búcsúzunk. Goodbye, see you later! Átképzésekkel és tanfolyamokkal kívánja segíteni az érák a régióban élő, többségében alulképzett munkanélkülieket. Egy mobil irodává átalakított autóbusz segítségével viszik úgymond házhoz az információkat. A múlt héten a Zsolcai Családgondozó Központ udvarán találkozhattak az autóbusz munkatársaival az érdeklődők. Az Észak-Magyarországi Regionális Képzőközpont 2 éve futó programjában ez a mozgó irodának átalakított busz járja a vidéket, azért, hogy szinte házhoz vigye a pályaválasztási, pályaorientációs és képzési tanácsadást. Ezzel is segítve a munkanélküliek álláskeresését vagy átképzését. Gyakorlatilag közel 2 éve működik már az Omnibusz szolgáltatás az Észak-Magyarország Regionális Képzőközpont működtetésében. A kezdeményezés célja az volt, hogy a valamennyi kistérség, a régió minden 28 kistérségében eljussunk ezzel a szolgáltatással. Információt vigyünk azokba az aprófalvas kistelepülésekbe, ahol egyébként nehezen jut el egyéb információ. Ez alatt a 2 év alatt el is jutottunk, én azt gondolom, hogy a 600 településből most már több mint 400 településben megjelentünk az omnibusszal. Elvittük az adott információkat. Ez gyakorlatilag mindig változik. Volt már az, most jelenleg az Út a munkához program fut, de volt a Lépj Élet Előre program, ami mondjuk tavaly futott. Annak gyakorlatilag a lényege volt, hogy felzárkóztató képzésben részesülnek, akinek nincsen meg a 8 általános iskolai végzettsége, hogy utána a szakmai képzésben részesülhessen. Tehát mindig figyelünk az adott programokra, és azokat próbáljuk népszerűsíteni, és gyakorlatilag nem csak az érák által indított tanfolyamok kínálatára próbáljuk a hangsúlyt helyezni, hanem gyakorlatilag
az a hitvallásunk ebben a tekintetben, hogy eljuttassuk az információt a kistérségekben, apró falvas településekben élő emberekhez, hogy ezáltal tájékozottabbak legyenek, és jobban tudjanak élni a számukra kínált lehetőségekkel. Felső Zsolcán a Családgondozó Központ szervezésében már másodszor járt a busz. Ez alkalommal is közel 500 érdeklődő jött el. Bízunk benne, nem utoljára, mert most is igen nagy az érdeklődés, tehát készítünk egy jelenlétévet, és azt hiszem, hogy 50 főnél járunk jelenleg, akik itt megjelentek és érdeklődnek. Különböző munkahogyi központ által támogatott tanfolyamokat kínálunk most. Elég sokan jelentkeztek ECDL tanfolyamra, takarító tanfolyamra, illetve sokan voltak, akiknek a 8 általános nem volt meg, és akinek még az 5 se volt meg. Úgyhogy nekik ilyen felzárkózható tanfolyamok, 7-8 felzárkózható tanfolyamokat kínáltunk. Én láttam azért, hogy a heggesztő, illetve a takarító képzéseket afelé próbáltak leginkább orientálódni, de valóban, amit ön is észrevett, hogy nagyon nagy számban voltak ma itt azok, akiknek nincs még a 6 iskolai végzettségük sem. Tehát meglepő módon itt fiatal 21-22 éves urakkal, hölgyekkel is beszélvén volt, akinek 2-3, meg 4 osztálya van meg. Ez egy igen nehéz kérdés. Mindenképpen egy felzárkóztató képzésben fognak tudni részt venni, és azután tudnak egyáltalán bármilyen szakmát tanulni, amint megvan nekik a 8 általános. Az érdeklődők többsége hosszú ideje keres munkalehetőséget. A busz állásokat nem, de tanfolyamokat, átképzéseket szinte mindenkinek tudott ajánlani. Szeretnénk tovább tanulni, egy az a másik az, hogyha munkalehetőség lenne, akkor itt nagyon sok ember vállalná a munkát is. Mert igenis, hogy a cigánság is, ha már így mondhatom, mi szeretnénk dolgozni is, tanulni is, csak lehetőséget kapnánk. Őszintén megmondom, nekem van egy aszmás fiam. Én egy jó fél éve keresek munkát, mert még most 8 éves, és én odahaza eddig nem mertem volna hagyni se. De most már hála legyen a jó Istenkének, olyan az állapota. Most már merem, másodosztályos, úgyhogy most már egy mód van rá, vagy tanfolyamra, és utána pedig dolgozni szeretnénk. Nekem bármilyen munka megfelelne, csak semmit nem találok. Miért nem talál munkát, mit gondol? Akár nem tudom, akárhova megyek, mindenhol vagy már betelt, vagy nincs felvétel, nem tudom. Milyen szakmája van egyébként? Asztalos, meg targonca vezető is megvan, de valahogy nem. Itt mit remél most? Hát most itt azt remélem, hogy hát ha valami jó kis tanfolyam, heggesztői tanfolyam, hát ha indul arra, azzal talán még sikerülhet valami nekem. Ország másik végébe is elmenne esetleg dolgozni, vagy csak itt keres munkát helyébe? Hát így már voltam is ország másik végébe is, úgyhogy elmennék, csak az, hogy most oda se tudok menni. Nem kell sehova most ember. Van munkahelyem, de úgy kíváncsiságból jöttem el. Nem láttam még ilyet, a tévében láttam, és eljöttem kíváncsiskodni. Azt a szervezők sem állítják, hogy könnyű ma állást találni, de úgy vélik, sokaknak tudnak segíteni a mozgó irodával. Kellő létszám esetén a tanfolyamok itt Zsolcán is indulhatnak majd. Ezt is próbáljuk megoldani, ugyanis a 25 főt sikerül összeszednünk, aki egyfajta képzést szeretne, tehát tegyük azt, mondjuk bolti pénztáros, akkor ki lehet hozni Zsolcára, és úgy néz ki, hogy lesz ilyen, tehát van 25 fő, össze tudunk szedni ennyit. A busz azoknak is segítséget kínál, akik még nem végezték el a 8 általánost az alapiskola befejezésével, nekik is tudnak tanfolyamokat ajánlani. Most jártam ki a 8-at, és szeretnék én is tovább tanulni, ha lehetséges. Annak az eredménye volt, hogy elindulhatott nálunk a 7.-8. osztályt befejező képzés, a Lép egyet előre 2-es program. És 15 vagy 13 fő, nem is tudom pontosan, sikerült is végezniük ezzel az iskolával. Tehát befejezték a 8 általános, és ez itt Felső Zsolcán valósult meg. Egy fecske nem csinál nyarat, tartja a közmondás. Szép a busz, az elgondolás is jónak tűnik, mégis az eredmények, mintha alul maradnának a várakozásoktól. A szakember szerint, amit tehetnek, ők megteszik, a többi már nem rajtuk múlik. Én azt gondolom, hogy nem látszott megoldás, azt mondom, hogy ez a képzőintézmény a maga eszközeivel gyakorlatilag az, hogy ő szervezi a képzéseit, próbál mindig ahhoz alkalmazkodni, hogy mire van igény a piacon, mert nyilván olyan képzéseket célszerű szervezni, mivel utána valós munkaerőként, munkaerőpiacon el tudnak helyezni a képzésben résztvevők, és az, hogy eljuttatjuk, most ugye itt vagyunk Zsolcán, Miskolchoz közel, de mikor eljutunk az olyan településekre, amik távol vannak a nagyvárosoktól, nem jut oda el információ se, nem is tudják azok az emberek, hogy gyakorlatilag részt vehetnének képzéseken. Én azt hiszem, hogy ez ennél többet igazából ez az intézmény nem tud tenni. Oda megy, a helybe megy, elmondja a lehetőségeket, felhívja a figyelmet,
figyelmet arra, hogy hogyan, meg mint lehetne. Ezzel aki élni tud, illetve aki élni szeretne, az tud ezzel élni. Gyakorlatilag a mi részünkről sokkal ennél többet nem tudunk tenni. Mai adásunknak ezzel a végére értünk. A város és a térség eseményeinek, híreinek összefoglalójával, a Közelkép újabb adásával egy hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. A mai műsor ismétlésének időpontját megtalálják Képújság oldalainkon. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról, televíziónk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!